két éve nem járt hivatalosan Bukarestben magyar államfő. Most mondhatom azt, hogy egy új fejezetet nyitottunk meg az együttműködésünkben. Magyarország és Románia, két szomszédos ország érdeke, hogy jó, pragmatikus, modern kapcsolat legyen az országaink között. A létező feszültségeket mi nem növelni, hanem csökkenteni szeretnénk. Mind a kettőnek érdeke a magyar kisebbség jogainak védelme, a magyar államfőnek is, és Magyarországnak is az az érdeke, hogy a magyar kisebbségek a szülőföldjükön boldogulni tudjanak, így itt Erdélyben is. Az a célunk, az a feladatunk, hogy az Európai Unió hangját felerősítsük, hogy az Európai Unió befolyását növelni tudjuk, ez tehát közös érdekünk. Most közös döntésekre van szükség, jó közös döntésekre van szükség.